Van nekem egy nagyon kedves professzorom, Stanley Cavell-nek hívják, és a Harvard Egyetemen filozófia professzor. 1995-ben ő nála voltunk, és az ő családja révén ismerkedtünk meg Sandy és Emily Budickkal, akik mindketten a jeruzsálemi Héber Egyetemen professzorok. Emily Budick különösen a feleségemmel van jóba, azért, mert ő is amerikai irodalmat tanít, és Sandy Budickkal pedig én barátkoztam különösképpen össze, ő pedig angol irodalmat tanít, főleg Miltonnal foglalkozik, kiváló ember. 2010-ben volt egy konferencia Jeruzsálemben, amire meg voltunk hívva mind a ketten, a feleségem is és én is. Nagyon jól sikerült a konferencia, és a konferencia egyik szünetébe Sandy Budick fölvitt engem az irodájába, ami a legfelső emeleten van, és egész Jeruzsálemet be lehet látni onnan, és különösen az óvárosra nyílik nagyon szép kilátás, és ott magyarázta nekem az épületeket, a különböző negyedeket, és akkor eljutott ahhoz a kapuhoz, ami be van falazva, és azt mondta, hogy hát is ez az a kapu, amin a messiás el fog érkezni. És aztán rám nézett, és tudta, hogy én, míg ő hitét gyakorló zsidó ember, aki rendszeresen jár zsinagógába, én hitemet gyakorló református ember vagyok, és rendszeresen járok a református templomba. Rám nézett, és azt mondta, hát tudod, el fog jönni a messiás a kapun keresztül, szerinted másodszor, én szerintem először, de ezzel nem fogunk összeveszni. És akkor beszéltük utána, hogy mennyire mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ez nem úgy számít, az embernek, amit komolyan gondol a hitével kapcsolatban, az nem úgy számít, hogy az valami mással szemben áll, hanem éppen úgy, hogy a kettő kiegészíti egymást.